Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Művész Bejárót Békés megye kulturális magazinját látják. Mielőtt elkezdjük mai műsorunkat, nézzük meg, milyen kultúrás események történtek az elmúlt időszakban. Csaba is csak karácsonyt tartottak a FEG-ben. A bajnokság hosszú évek óta hagyomány Békés Csabán a két ünnep között, amire amatőr és profi saknagymesterek, a legfiatalabbak és a tapasztalt, sokat látott saknagyöregek is beneveztek. Ennek a bajnokságnak többek között az az érdekessége, hogy vegyes a korosztály és a tudásszint. A békés csabai fiatalok közül egyre többen játsszák a sakkot. A mostani bajnokság szervezői szerint ez részben az oktatásnak, a sakkpalota programnak is köszönhető, ami nagy népszerűségnek örvend. Kiválasztották az idei év kiváló magyar mézét a Gyulai Mézfesztiválon. 103 méhészet, 264 méze versenyzett idén az év kiváló magyar méze 2016 címért. A megmérettetést hagyományosan idén is a Gyulai Méz és Mézes Kalács Fesztivál keretei között rendezték meg. Kategóriánként díjazták a legjobb három mézet. A verseny összetett győztese H. István repceméze lett. Az év kiváló magyar méze 2016 cím mellé egy különleges lehetőséget is kínáltak a verseny szervezői, hiszen a győztes mézet egy törökországi, nemzetközi versenyre is benevezik. Szakmai fórumon mutatták be Békés megyei értéktár munkáját, ahol segítséget nyújtottak a helyi bizottságok munkájához is. A fórum lehetőséget adott arra is, hogy javaslatok szülessenek arról, hogy a megyéből mi lehetne még nemzeti érték, vagy akár hungarikum. Ez idáig két Békés megyei hungarikumot regisztráltak, a Békés Csabai vastagkolbászt és a Gyulai Pároskolbászt. Ezen felül 14 Békés megyei értéktárban szereplő nemzeti értékünk van. Újévi koncerttel indult a 2017-es esztendő Gyulán, ahol a Városháza dísztermében a Gyulai Kamara Zenekar koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. Kálmán Imre, Mozart, Strauss, Vivaldi csodálatos dallamai csendültek fel, fantasztikus szólisták közreműködésével. Igazi csemegét kínálta a zenekedvelőknek az új év első napjára a Gyulai Kamara Zenekar, melynek tagjai a komoly zene kicsit könnyedebb tételeit sorakoztatták fel az este folyamán. Átadták a nemzetiségekért díjakat, idén a kitüntetettek között szerepel Lászik Mihály, a Csabai Szlovák Önkormányzat elnöke. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Mit jelent önnek ez az elismerés? Életem legszebb, legcsodálatosabb eseménye. Egy ilyen magas szintű kitüntetés az emberben sokféle érzést vált ki. Az emóciók kavarognak az emberben. Elsősorban az egyik ilyen érzés az a hála és köszönet. Hála és köszönet azoknak, akik több évtizedes tevékenységemet észrevették, értékelték, és ilyen magas kitüntetéssel jutalmazták, érdemesítették. A másik ilyen érzés az az ember önértékelése. Tehát minden ilyen nagy díjkitüntetés önértékelésre sarkalja az embert. A szemem előtt, a tudatomban belül végigperegnek életem eseményei. Emberek, arcok, események tolulnak fel a múltból, akikkel kapcsolatba kerültem, akik segítettek engem abban, hogy a szlovák nemzetiség kultúráját, identitását együtt őrizzük. Illetve a harmadik ilyen nagyon fontos érzés, emóció, az a felelősségtudat, ugyanis egy ilyen díj átvétele azt is jelenti, hogy az ember nyilvánvalóan ezek után a jövőben sem mondhat le arról a tevékenységéről, amit folytatott, és a jövőben is azon kell igyekeznie, hogy az utódok, akiket talán tevékenységemmel én is hozzásegítettem ahhoz, hogy ezt a feladatot vállalják, átvállalják majd
a mi munkánkat. Ahogy a kitüntetés plakettjén egy csodálatos, terebélyes fát látunk, amelynek nem törzséből ágak, hanem gyökeréből új hajtások is, új fa sarjad. Remélem, hogy ez a szimbolika igaz lesz a jövőre is. Ha jól tudom, talán az is különlegessé teszi ezt a kitüntetést, hogy a fiatalok ajánlásával terjesztettél fel. Ez számomra különleges öröm. Ennek örültem, mondhatnám a legjobban, hogy pontosan ez a fiatal nemzedék az, aki lát, értéket lát abban, amit eddig végeztem, és ez bizodalommal tölt el a jövőt illetően. És mivel jár egyébként ez az elismerés? Ugye kapta ezt az érmet. Ilyenkor segíti-e valahogy a minisztérium a későbbi kutató munkát? Mert ugye nagyon komoly feladat áll még önelőtt, ha jól tudom, illetve az ön háta mögött is. Igen, tehát ez a kitüntetés az eddig végzett munka értékelése, ez anyagi jutalommal is jár, illetve a minisztérium természetesen mellettünk áll abban, hogy évről évre, és mondhatnám azt, hogy az utóbbi években egyre magasabb összeggel támogatja a nemzetiségi kultúrát, a nemzetiségi tevékenységet. A parlament nemzetiségi bizottságán keresztül növekszik az az összeg, amely megpályázható a 13 Magyarországon bevett nemzetiség által. És ugye maga az kitüntetés talán azért a tantárt kidolgozásáért járt önnek, ami ugye a szlovák nemzetiség kultúráját, történelmét dolgozza fel. Hogyan jött az ötlet, illetve hogy miért döntött úgy, hogy ezt így külön egy tantártként meg kell ismerniük a fiataloknak? Én itt egy kicsit az ifjúkoromba kell visszamenjek, ami talán egy kicsit régebben volt. Én a Békés Csabai Szlovák Gimnáziumban végeztem, és el kell mondjam, hogy a 70-es, 80-as években, illetve a korábbi időszakokban is szlovák diákok, szlovák iskolában úgy végezték el a gimnáziumot, hogy a tanterben, a tankönyvekben, a tanórákon nem esett szó a Magyarországon élő szlovákok történetéről, kultúrájáról. Mi például, én úgy érettségiztem, meg úgy éltük itt akkor életünket, hogy nem tudtuk azt, hogy a Pilisben is, illetve Nógrádban is, meg más helyütt Magyarországon is élnek szlovákok. Nem tudtuk azt, hogy a Dél-Alföldön, a Vajdaságban, illetve Romániában is élnek szlovákok. Tehát ez számomra egy hatalmas felismerés volt érettségi után, és egyetemi éveim befejezése után eltökélt szándékunk, és szándékom volt az, hogy ezeket az ismereteket beépítsük a tantervbe, illetve az érettségbe. Így jött ez az ötlet, hogy ezt a szlovák iskolákban kötelező tantárgyként oktassuk. Ugyanis a nemzeti identitás alapeleme kell, hogy legyen a múlt ismerete. Én azt szoktam mondani, hogy a történelmi múlt és a kultúra ismerete az ugyanaz egy kisebbség életében, mint az ember életében a lelki ismeret. Tehát én most egy kicsit gonoszkodni fogok, ugye sajnos el kell mondjuk azt is, hogy az asszimiláció, mint jelenség természetesen minden kisebbség életében jelen van, egy gyorsuló folyamat, de pontosan azzal, hogy egy tanuló, egy diák megismeri a saját múltját, a családja múltját, ezáltal nehéz morális kérdés elé állítjuk, mert ha én tudom, hogy kik az őseim, milyen kultúrával bírtak, milyen nyelven beszéltek, akkor talán megnehezítem azt mondani, hogy én nem vagyok szlovák. Tehát nehezebbé teszi ezt a döntést. Természetesen mindenkinek joga van így dönteni, vagy úgy dönteni, de hadd legyen ez egy kicsit morális kérdés is. Természetes az is, hogy új formákat is keresünk, ugyanis az identitás
tartalma, mert sokat lehet ezen vitatkozni, hogy mi az, ami az identitás tartalmát alkotja. Az én véleményem az, hogy az identitás az nagyon flexibilis tartalommal bír, ezt mindig újra kell értelmezni. Valamikor természetesnek tartottuk azt, hogy az identitás alapja a nyelv, ez volt a leghangsúlyosabb eleme az identitásnak, illetve a múltismerete, a kultúra. Azonban azt kell, hogy mondjuk ebben a globális világban, hogy élnek nemzetek és nemzetiség, akik elveszítik nyelvüket, és mégis megmarad identitásukat nem. Sajnos az asszimilációs folyamatban nagyon sokszor mi is el kell gondolkodjunk azon, hogy vajon tudunk-e majd 100 év múlva úgy nemzetiségként létezni, hogy elveszítjük nyelvünket, mert sajnos ezt tapasztaljuk. Hát itt hadd mondjak néhány szót a lakosság összeírás, illetve a népszámlálás adatairól. Nagyon érdekes jelenségre figyeltünk fel, ez pedig az, hogy azok a lakosok, akik az anyanyelvüknek tekintik a szlovák nyelvet, azok száma egyre csökken. Tehát minden meghalt ember azt jelenti, hogy egy szlovák anyanyelvű embert elveszítettünk, de érdekes az, hogy a nem szlovák anyanyelvűekből egyre többen vallják magukat szlovák nemzetiségűeknek. Tehát ezért is fontos ennek a népismeret tantárgynak a oktatása. Hát különösen ebben a térségben, ahol azért igen sok szlovák él, illetve igen nagy hagyománya van a szlovákságnak. Igen. És miben segít egyébként ez a tantárgy, illetve hogy hogyan áll össze? Tehát ez a tantárgy, tehát ez egy komplex tantárgy. Nyilvánvalóan tanítjuk Szlovákia történetét, illetve a magyarországi szlovákok történetét, erre épül. Áttekintést kapnak a Magyarországon élő szlovák régiók történelméről, a települések alakításáról, illetve a szellemi és anyagi kultúráról is képet kapnak. Szociológiai ismeretekkel látjuk el őket, például a nemzetiségi választási törvény kapcsán. Tehát nagyon komplex, az énekkultúrától kezdve nagyon sok minden ismerethez jutnak, és szeretjük ezt a tantárgyat élővé tenni, tehát része a tantárgynak az, hogy a tanulók különböző projektmunkákat készíthetnek, a filmtől kezdve a plakátig, nagyon sokféle módon, rendezvényszervezésből is készíthetnek projekteket, tehát ez élővé teszi ezt a tantárgyat. Célunk az is, és ennek megvalósítását is megkezdtük, hogy élő közelségbe hozzuk a nemzetiségi falvakat, városokat. A nemzetiségi szlovák önkormányzat szervezésében és támogatásával tavaly szerveztünk, és idén valósítottuk meg azt a népismereti témautat, amelynek során végiglátogattuk Békés megye szlovák lakta településeit, ahol lelkészekkel, a kultúra szervezőivel, népművelőkkel találkoztunk, emberekkel, kultúrcsoportokkal, és ezt utána órákon feldolgoztuk. Ezt maguk a diákok kérték azt, hogy ezt a körutat terjesszük ki Magyarország több más régiójára is. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, a diákok hogyan fogadták ezt az utat, ezt illetve nagyon, magát a komplex oktatási rendszer is részt a tantárgyán. Nagyon, nagyon népszerű ez a tantárgy. Ez bizonyítja azt, hogy választható érettségi tárgy ez a tantárgy, és a diákok döntő többsége ezt a tárgyat választja érettségi tárgyként. És hát még egy nagyon lényeges dologra hívom fel a figyelmet, ez az, hogy szeretnénk ezt a kapcsolatot, ezt a témautat kiterjeszteni a vajdasági és a romániai szlovák lakta településekre is. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a mi diákjaink sokkal intenzívebben élik meg a találkozást a vajdasági és a romániai szlovák fiatalokkal.
ugyanis el kell mondjuk azt is, hogy itt a szlovák nyelv sokkal élőbb, mint nálunk, tehát az asszimiláció kevésbé sújtotta. Ennek több oka van, ezeket a településeket, városokat, és a mi tanulóink számára ez egy frenetikus élmény, hogy Békés Csabától néhány tíz kilométerre egy olyan településre érkezhetnek, ahol a kisovodástól kezdve a nyugdíjasig, a lelkésztől a boltosig, a piaci árusig mindenkivel tud szlovákul beszélgetni, és látja, tehát ez számára az az élmény, hogy Szlovákián kívül is ugye élő lehet és használható ez a nyelv, ugyanis a mai diák számára ez is egy nagyon fontos szemponttá lett, és egy nagyon fontos szempont, hogy egy nyelv akkor értékes, ha használni. Így van, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, én és még egyszer gratulálunk szépen az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm. Féltékenység, fegyverkereskedelem, mediterrán tempó. Január 13-án mutatja be a Jókai Színház a Balkán Kobra című előadást. Ebből nézzük meg most egy rövid bejátszást. Édes íz, tengerünkben sós a víz, nyersanyag a bányákban, csak kilátóban látványban. Mai vendégeim Csomós Lajos és Katkó Ferenc, üdvözöllek titeket! Ugye sokunknak Balkánról a macskajajféle őrület jut eszünkbe. Miért döntetetek úgy, hogy ezt így elhozzátok ide is? Gyakorlatilag nem a macskajajt hozzuk el, hanem Iván Kusánnak van egy drámája, a Galóca. Ebből készült egy fordítás, ebből pedig a Tasnádi István készített egy átiratot, és mi ennek pontosabban ezt az átiratot fogjuk bemutatni. Tehát az ő megfogalmazásuk zenés, színmű, sok zenével és lövöldözéssel. Tehát gyakorlatilag minden lesz, ami elbír a színpad. Ugye az eredeti darab, hogyha jól tudom, 30-as években íródott, és ő most 90-es évekre átírta a Zeni István. Ehhez mennyire nyúltatok hozzá, vagy kellett-e? Nem aktualizáltuk, tehát ugyanúgy a 90-es években játszódik, a 90-es évek akkor még Jugoszláviájában, tehát lehet, hogy megtévesztő, ezt sokat beszéltük is a próbákon, hogy ugye a horvát részen, tehát közel a magyar határhoz játszódik a történet, még benn vannak a békefenntartók az országban, és gyakorlatilag ezen a helyszínen játsszuk végig a darabot, megpróbálunk 90-es évekbeli érzetet, jelmezt, díszletelemeket használni végig, tehát nem hozzuk a mai korba egyáltalán. Ugye nagyon színesek a karakterek, a jelmezek, illetve gondolom maga az előadás is. Mit lehet tudni a te karakteredről, illetve hogy a szereplőkről? Hát én egy ilyen új gazdag vállalkozó vagyok, Árdonyák a nevem.
aki de tényleg ilyen, ez az igazi faluban nevelkedett, de föltörekvő üzletember, aki a feleségének az idegeire megy egyfolytában, és nem akarok nagyon belemenni, de annyit elárulhatok, hogy egy bérgyilkos felbérel, hogy intézzék el ezt az embert, akit én játszom. Igazából több embert bérel fel, tehát gyakorlatilag az összes férfit felbérli a vállalkozóné, hogy intézzék el a kedves urát, aztán a végén kiderül, hogy melyik lesz az ügyes férfi, akinek sikerül ezt megtenni, vagy nem sikerül. Igen. Hogyha nagyon röviden akarnánk. De van egy nagyon-nagyon nagy van, hát a Balkán Kobra, ugye a cím szereplő. Valójában csak, ha jól olvastam, akkor nevében, vagyis a hírében. Így van. Bérgyilkos, mert ugye tehát egy kicsit más karakter valójában. Hát mindenki retteg tőle, az a lényeg, hogy mindenki. Egy háborús bűnös, és hogyha így nagyon röviden akarnánk mondani, talán egy kakas levágásából indul el az egész történet. Egyébként mi fogott meg a darabban, amikor így úgy döntötte, hogy ezt megrendezed? Tehát az köztudott, hogy én határon túl születtem, ott éltem, ott nőttem fel. Emellett 8 évet éltem Szerbiába, és én nagyon-nagyon megszerettem ezt a világot, nagyon megszerettem ezt a balkáni zenét, és itt köszön vissza a macskajaj, tehát ezt a macskajaj feelinget úgymond, én nagyon megkedveltem, és amikor, hát jó pár éve van ez már, nem is tudom, hogy a kezem ügyébe akadt a Balkán Kobra, akkor én ezt mindenképp szerettem volna megcsinálni, hogy egy ilyen balkáni történetet varázsolni a színpadra. És hát nyilván nem baj az, hogy tehát vígjáték, tehát tényleg egy vígjáték, tehát nagyon jó zenék születtek hozzá, amit Kucsera Géza írt, tehát őt is ismeri már a csabai közönség, az Aszka és a Farkasnak ő volt a zeneszerzője, Ludas Matyinak ő volt a zeneszerzője, és nekünk ugye az én szerbiai életemből szövődött barátság által kerültünk végül is össze most, mint munkatársak ehhez a darabhoz. És hát gyakorlatilag még ami fontos, hogy tehát a Fejes Kittivel most már azt hiszem ez a harmadik vagy negyedik produkció, amit közösen készítünk a koreográfussal, és most a Bújdosó Nóra lesz a díszlet és a jelmez. Egyébként elég karakteres maga az a hangulat zeneileg is. Milyen hangszerek szólalnak meg? De hát gyakorlatilag egy ilyen balkáni fuvós zenekar van hangszerelve az egész, tehát ezt szándékosan így kértük. Tehát több helyen bemutatták az országba, bevallom őszintén, én egyiket se láttam, és azt se tudom, hogy hogyan szólaltak meg ezek a zenék. Tehát, hogy hogyan hangszerelték, nem tudom, Tatabányán, vagy a Thália Színházból, vagy bárhol. Egyet hallottunk a Thália Színházasból, a Chicago című. Ja, igen. Az egy ilyen jazzes megoldás volt. Tényleg, amit egy ilyen amerikai típusú. Igen. És abba biztos voltam, hogyha ezt valamikor színpadra állítjuk, akkor mindenképp ezt a fajta zenét szeretném használni, mert talán ez adja vissza legjobban azt a hangulatot, ami ott van. Egyébként mennyi dal szólal meg így a darabban, vagy hány dal, illetve milyen dalokról van szó hangulatában? 5-6. Hát, tehát nincs telerakva végig, tehát ne egy musicalre gondoljon a néző, nem egyik, ez egy ilyen zenés végjáték, 5-6-dal. Így van, körülbelül. Igen. Tehát vannak duettek, van egy-két szólódal, de alapjában véve majdnem mindig ott van mindenki, majdnem mindig énekel mindenki valami kicsit. És egyébként hogy áll a munka? Mert lehetett tudni, ugye hamarosan elindul 13-án. Hogy áll most jelenleg, hogy állnak a próbák? Most kezdtétek, ha jól tudom, 3-ától talán? Vagy... Hát igen, 3-ától kezdtük, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez egy koprodukciós előadás a Beregszászi és Gyula Nemzeti Színházzal, és a pályázat kapcsán ezt nekünk be kellett mutassuk augusztusba. Csak akkor a nyáron ugye nem nagyon volt idő arra, hogy a sajtójával foglalkozzunk ennek a produkciónak, és gyakorlatilag akkor elkészült egy előadás, és meg is történt egy bemutató
augusztus 31-én a színházba, tehát a munka nagy részét elvégeztük augusztusba, tehát most akkor úgy tehát akkor ez kicsit ilyen felfrissítés most. Hát igen, most a, talán egy ilyen 60-70%-ra sikerült, akkor elkészítsük a darabot, és most van az az idő, hogy bejárassuk. És 13-án, mikor a közönség elé kerül, akkor már teljes pompájába menjen az egész. És mit lehet tudni a többi színészről, ki kit játszik a darabban? Hát a feleségemet Komáromi Anett játsza, akkor egy Mosbolt nevű feleségem szeretője, Citor Attila. Vannak ilyen kis katonák, meg rendőrök. Az egyik az Katkó Ferenc lesz. A béke fenntartó, a másik a Szabó Lajos. Tege Antal lesz a Balkán Kobra, a címszereplő. Köböl Lilla. A Mosbolt húga. Igen. Mosbolt húga, aki teljesen véletlenül, tehát a Mosbolt az a vállalkozónél szeretője, a húga pedig a vállalkozó szeretője. Ó, elég szövevényes szállak vannak akkor. Szövevényes. És a Frankicsot, az első emberemet, az Árdonyák első emberét, az pedig Gulyás Attila. Gulyás Attila, és hát a koprodukció pedig ugye a Zellics, a paraszt, aki végül is a Kobra társává szegődik, az pedig Ferenci Attila. Ha jól látom, a te neved is szerepel pár szerep mellett, ha jól láttam. Igen, igen, szerepel. Tehát úgy hozta a sors, hogy be kell ugorjak az elit szerepébe, ugyanis tehát nagyon nehéz összeegyeztetni a Beregszázi Színház játékrendjét, ugye ők rendszeresen jelen vannak a Nemzeti Színházban, amellett nagyon sokat játszanak Magyarország különböző városaiban, plusz otthon is játszanak Kárpátalján, és hát úgy hozta a sors, hogy 4 előadásra én állok be az Elicsnek. És ha jól láttam, volt egy ilyen megjegyzés, hogy 16 éven felülieknek volt a Thália Színházban az előadás. Ti egyébként ki, milyen korosztálynak, kiknek ajánljátok? Én azt gondolom, hogy... Ő szintén 16 éven felülieknek ajánlom. Én is azt mondom, hogy 16 éven felülieknek, de... De szerintem ehhez, szülői felügyelettel, ehhez, 16 éven felüliek már. Igen, szülői felügyelettel biztos, de én egy gyerekem biztos meg fogja nézni, hogy 11 és 8 éves. Azt gondolom, hogy tehát ami 16 éven felüli, az egy-két magyar szó, amit ugye legtöbbször otthon is használunk. Tehát semmi olyan nem történik a darabba, ami miatt most ne nézhetné meg tényleg egy 15-16 éves fiatal. Tehát akkor inkább a szövegben vannak ilyen elrejtett. Abszolút, tehát most nem akarok idézni belőle, de talán emiatt lehetne. De egyébként akkor ezek szerint mi bárkinek? Abszolút bárkinek, tehát ez is mondom, hangsúlyozom, hogy tehát semmivel nem beszélünk csúnyábban a darabban, mint ahogy biztos, hogy mindenki otthon azért kiszalad egy-egy csúnyább szó a száján. Néha-néha. Tehát itt is néha-néha elhangzik egy-egy csúnya szó, tehát ezt el kell ismerjük, de azon felül pedig nem történik olyan a darabban, ami miatt ne nézhetné meg bárki. Egyébként ilyen hangulatú darabnál könnyebb játszani ezt a szerepet? Tehát, hogy ugye itt gondolom felszabadultnak kell lenni, illetve a karaktered is megkívánja. Igen. Én úgy érzem, hogy igen, egy vígjátékot szerintem könnyebb játszani. Nem azt mondom, hogy könnyebb, hanem tényleg, ahogy te mondtad, felszabadultabban játssza a színész, mint egy drámát, de ezt is ugyanolyan nehéz. Tehát most volt egy ilyen házi nyilvános bemutatónk nyár végén. Nagyon izgultunk, hogy mit szólnak hozzá a kollégák, tehát ugyanúgy, mint ahogy egyébként egy másik darabnál, vagy egy drámánál, vagy akár egy mesénél, a színész az premiéren mindig izgul. Hát ez így természetesen. De remélem, hogy ez abszolút egy jó, felszabadult, könnyed, laza vígjáték lesz. Biztos vagyok benne, és tehát nagyon jók a karakterek. Tehát nagyon jók a karakterek, amik a drámában szerepelnek, amiket közösen kitaláltunk, hogy ki milyen legyen. Azt hiszem, hogy mindenki tehát örömmel játssza ezeket a szerepeket. Meg szerintem egy ilyen 2-3 évente nem is árt, hogyha egy színész játszik egy ilyen eszeveszett komédiát, ahol egy kicsit, hogy mondjam, tehát szélesebb gesztusokat használhat, szabadabban játszhat, tehát nincs nagyon beskatujázó, nincs nagyon megkötve. És egyébként milyen volt a visszhangja a augusztusi bemutatónak?
szerették. Nevettek sokat? Sokat nevettek. Hát reméljük, hogy januárban is sokat fognak nevetni. Van olyan, aki már várja, hogy játsszuk azok közül, aki nézte. Tehát az igazi megmérettetés az ugye majd most fog következni. Többen kérdezik a barátaink közül is, hogy mikor lesz már bemutató, mikor lesz már bemutató. Nagyon sokan szeretik ezt a fajta világot, ezt a zenét. De lehetett volna biztosan másképp is, tehát sokkal konzervatívabban, komolyabban hozzányúlni, tehát akár még azt is el tudnám képzelni, hogy zene nélkül, csak akkor nem biztos, hogy élvezhető lett volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ezzel mai magazinunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!